Sziasztok! Hello, hello! Remélem, hogy élőben vagyunk. Hallatszik, látszik? Sziasztok, lányok! Várunk még egy picit, jó, hogy mindenki tudjon csatlakozni. Én Kardos Florentina vagyok, és várom benneteket, hogy csatlakozatok hozzánk. Szia, Szilvia! Szia, Linda! Jó. Oké. Egyenlőre minden oké. Oké. Reméljük, hogy úgy is marad. Na, mi van itt nálunk? Újdonságok! Új sablonok érkeztek, lányok! Nagyon szeretem őket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szupik. Ha szoktatok sablonozni, használni a sablonokat, akkor biztos, hogy ismeritek a kék, piros, fekete 2M Beauty sablonok. Viszont ezek teljesen új. Most mind a három ugyanez a forma, van mind a háromnak szárnya, majd mindjárt mutatom mindegyik, egyesével mutatom mindegyiket. Lehet, hogy egy picit itt közelebb próbálom menni. Na, ez a fekete. Lehet, hogy fogtok észrevenni, hogy ez teljesen új. Új a forma. Egyáltalán nem hasonlít a régi fekete sablonnal. Ez a szalon. Azt jelenti, hogy ez a legrövidebb. De ha látszik, azért annyira nem rövid, azért tudjuk akár elles körmöt is építeni vele. Persze, hogy attól függ, hogy a vendégnek mennyire vastag az ujja, mennyire széles a köröm, és akkor, ha mandula akar, akkor persze, hogy nem fogunk tudni így. Csak ennyi, jó? Ez ilyen. Na, mi az újdonság rajta? Látszik itt mindenféle vonalak, segédvonalak. A régi sablonokon nem volt annyi mindent. Pár vonal azért volt ott is. De most itt ezen minden is van. Akár egy nagyon kezdő is tudja használni. Először mutatom nektek, hogy a számok, vagy a méretek minden kockánál, vagy minden vonalnál van szám. Utána van nekünk ezek a segédvonalak a köröm köröm agy forma alapján, ugye? Vannak trapéz körmök, vannak konkáv, konvex körmök, és akkor itt vannak nekünk a vonalak. Ha valakinek trapéz, akkor persze ilyen egyenesebb, egy picit csak kerekebb lehet a szabad szél, ugye? Utána, ha valakinek például konvex, nagyon karvajas, akkor neki ilyen lesz, nagyon-nagyon mély az ív. És ezek a vonalak segítenek nekünk, hogy tudjuk vágni a sablon. Utána jönnek ezek, hogy tudjuk itt, ugye, vágni, hogy ne legyen széles a köröm, az épített köröm, és akkor itt is vannak ezek, ami segítenek nekünk vágni tovább. Mindjárt is építünk egy körmöt, mutatom is, hogy kell használni. Ugyanez
A piros sablonon is, persze, ezt látjátok, hosszabb. Ez két mérettel hosszabb. Ez is még mindig szalon, meg hosszú, hosszú formák lehet építeni vele. Ez a professional. Itt is ugyanúgy számok vannak minden vonalnál. Utána ugyanúgy ezek a köröm adnak a formák, hogy tudjuk szépen vágni. Meg ezek, hogy ne legyen széles. És az extreme, ez például, amikor nagyon hosszú vagy extrém körmöt szeretnénk építeni. Viszont, ha valakinek nem, valaki nem akar több sablon venni, és akkor épít nagyon extrém is, de épít rövidebb is, lehet itt például vágni ezt a részt, vagy csak letépni, és akkor van egy rövidebb sablon is. Ez az extrém. Ugyanúgy ezek a segédvonalak ezen is vannak. Még van egy nagyon nagy újdonság, ami segít nekünk egy lépés hamarabb megcsinálni, amikor, nézzetek csak, ez csak, letépjük innen, és akkor szépen tudunk szépen már oda helyezni a sablon, és vágni. Már nem kell vágni körbe, és utána helyezni. Adorak centu care vorbești. Mulțumesc, Elisabeta! Én már leszettem egy körmöt a vendégemnek, és mutatom nektek, hogy csinálunk. Ugye, már leszettem ezt a kerek, ezt a tojás, vagy mi a neve, ahogy akartok ti, jó? És akkor már látjátok, én már tudom oda rakni, hogy lássam, mit fogom vágni belőle. Először egy kicsit formázunk tubusra a sablon, hogy pontosan illeszkedjen, mert a köröm is egy picit íves, nem szokott lapos lenni, hanem ilyen íves. És akkor így szoktunk egy picit formázni a sablon. Látjátok, csak próbáljunk, hogy ez a középvonal, hogy a középén legyen, és akkor ő már tartja is a formát. Látjátok? Mert ez a nagyon jó minőségű papír, nagyon picit, enyhén vastagabb, mint a régi, de ha ismeritek például a piros, a régi pirosnak a fehér változata, nem annyira vastag, mint az. Szóval csak egy nagyon picit vastagabb, annyi, hogy jobban tartja a formát. A ragasztó ugyanúgy nagyon jó, nem változott, nem tudod leszedni, szóval ez annyira tapad, hogy nem fog mozogni, nem fog csúszni. Na, és akkor ide raktam. A vendégemnek a körme picit lefele nő. Azt mindig, mikor lefele nő a köröm, van egy kis hiponikium, hála Istennek például a hüvelyk ujjon kevésbé, viszont ugyanúgy egy picit íves. És akkor mindenképpen kelleni fog egy picit vágni a sablomból. Mutatom is, hogy fogunk ezt lemérni. Jó? Látjátok, hogy nem passzol. Nem passzol oda, nem passzol ide, szóval, hogy tökéletes illeszkedjen, akkor nekünk ezt a távolságot, ami itt látjátok, itt fogunk levágni. Jó? És akkor pontosan ezt az ívet fogunk itt lemérni. Ha nézzük, akkor ott, hát ilyen másfél milliméter fog kelleni nekünk, és akkor nézzünk a szélesség is, kb. Meddig kell nekünk
levágni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kb. 3. Jó, és akkor úgy lesz, csak egy picit, hogy vágjuk. És akkor mondjuk ez a harmadik, 1, 2, 3, néztem. És ez a másfél, bő másfél. Benne vagyok? Remélem. Újra megnézzük. Próbálom én is látni, két telefon. Lehet, hogy ez nem a... Ezt próbálunk úgy. Két telefon alatt. Most jobban pászol. De lehet, hogy még egy nagyon picit fogok. Még egy nagyon picit, csak itt a közepén. Na, és utána. Úgy volt 1, 2, 3, ugye, itt, és akkor azt jelenti, hogy a harmadik kockánál, ez itt van, itt fogunk vágni. Ugye? És akkor általában megyünk tovább. Ez azért van, hogy ezt mi levágjuk. Főleg, hogyha valakinek nagyon húsos itt. Hát neked nincs, de most mutatom nektek, hogy kell, jó? Ugyanúgy. 1, 2, 3, és akkor 3-nál kb. Itt lesz. Esik az első, aj, de örülök. Benne vagyok a képbe. Na, és így néz ki nekünk a sablon. Szép. Jó. Na, szépen fogunk odarakni. Most jön az idő, most az ideje, hogy leszedjük a papírról. Azért nem szedtük eddig a papírról, mert nagyon ragad, és akkor állandóan ragad, meddig te levágod, meg leméred, újra megnézed. Jó? Szerintem tökéletes. Jó. Ne felejtsük rakni a folyadékok. Nail prep és bond. Volt valami, megnézem most, ha volt valami. Nem azt akartam, hanem kérdés, akartam nézni, ha van. Itt, nem, itt van. A TikTokon csak nem sikerül nekem megnézni vissza. Nem tudok visszanézni, de jó. Ahogy érintem a képernyő, ahogy zoomol, de nem tudom visszatekerni. Aj, de rossz. Látjátok? Nem tudom, mit csináljak, lányok. Írjátok újra, jó? Ha volt valami kérdés, legyetek szívesek újra írni. Mert nem láttam. Sajnos. Always fogom rakni. Egy vékony réteg. De látom, hogy volt valami... Lila, te írtad valamit ott TikTokon, de nem tudom, hogy mit. Nem láttam vissza. Milyen köröm készül? Hát,
ez szalonköröm, lányok, nem fogom nagyon hosszú körmöt építeni neki, jó? Csak mutatom nektek, hogy működik az új sablon. Az All Base úgy nagyon vékonyan, és belemasszírozom a körömbe, jó? Már felbolyhozott felület, és nagyon-nagyon vékony réteg, belemasszírozom, és egy perc kötök a lámpába. Utána egy Smart Clear zselével fogunk építeni egy vékony alapot. Aj, de rossz, hogy esik az első. Gyönyörű lesz biztos, ez a sablon egy csoda. Így van, Anikó. Szeretem a 2M Beauty. Örülök, én is! A Smart Clear, ez egy sűrűbb építőzselé, átlátszó, ugye? És ezzel fogunk egy nagyon vékony alapot építeni. Ez úgy lesz, hogy első szárnyakat már összeillesztjük, köszönöm. Jó. Nagyon fontos, hogy a sablon egyenes, meg tökéletesen összeilleszkedjen, mert másképpen ferde lesz. Most azért bénázok itt, mert nem látom a két telefon alatt. Jó. Ha így ragasztom, akkor lefele fog állni nekünk. Én nem szeretnék lefele, hogy álljon a sablon, mivel a mi körmünk egy picit lefele nő, akkor, ez csak egy picit, mert nem tudom odarakni. A mi körmünk lefele nő, akkor egy picit a sablon felfele fogunk rakni. Jó? Azt jelenti, hogy itt távolság lesz a szárnyak közt. Na és most próbálom összeilleszkedni. Nagyon vigyázunk, hogy tökéletes legyen, jó? Ne csúszson. Oj, már csúszott. De csak finoman, jó? Nem, ne szorítsd. Úgy. És akkor, hogy látjátok, most picit ferden áll, ugye? Ha ezek nem egy magasságon vannak, akkor azt jelenti, hogy a sablonunk, látjátok? Most így a képernyőn látom én is, így áll. Ha nem úgy álljon, akkor mindenképpen ez a kettő szárny egy magasságon kell, hogy legyen. Mindjárt felállok, mert nem látom. Úgyni. És akkor itt szépen tudunk szorítani, mivel vágtuk. Hát, nem is tudom, mi a neve. Hogy tudnánk mondani, hogy ez micsoda. Ott a szélén.
hogy a, ne legyen olyan széles a köröm. Mindjárt gondolkodom, hogy hogy kellene ezt mondani. Esetleg, ha tudjátok, segíteni. Nem, hogy ezek a kis, hát románul tudom mondani, ja. Falduri, de, így magyarul nem tudom, mi a neve. A kis, kis húsi kimaradjon, ne, a sablon ne fel, fölötte legyen, hanem alatta. De nem tudom, mi a neve annak. Sarokpont, igen, de a kis stressz pont, igen, igen, ez, a körömnek a stresszpont, de a kis húsi itt a, az oldal, micsoda, azt, hogy ne legyen a sablon fölötte, hanem alatta. Mert ha fölötte van, akkor tudjátok, hogy olyan széles lesz a, köröm is. Itt semmiképpen ne hiányozzon. Inkább rakjuk egy kicsit a bőre is, mint hogy hiányozzon a stresszpontoknál. Jó? Semmiképpen ne hiányozzon. Anyagot. Nagyon-nagyon vékony. Nem kell nekünk vastag alap. Megyünk egy picit a lámpába. És utána egy picit tudunk szorítani. Új, be egy oldalsó bőrredő. Köszönöm, Brigitta. Na, azt. Azt. Ez melyik anyag? Ez a Smart Clear. Igen, igen. Az az. Köröm sánc, igen, itt vannak a sáncok, persze, sánc, viszont itt van már az oldalsó bőrredő. Nekem látjátok, hogy kicsi. Általában nálam nem is kell itt nagyon levágni, ezeket a, vonalok segítenek ott, és akkor ha ezt kiszedjük, akkor ezt az oldalsó bőrredő, ki, vagy alul marad, fölül marad, hogy mondom, akkor a sablon szépen alul tud helyezkedni, nem fölül. Jó? Ez, azért van. Látjátok, itt is van egy picit. Neki egy nagyon picit van ez itt. És ha a sablon nem vágtunk volna, akkor itt jött volna a sablon fölül, és akkor ilyen széles lett volna a köröm. Jó? Megyünk vissza. Ha ferde raktam, ez van, nem látom. Szóval, mintha sötétbe tapintalom, mert két telefon van így a köröm fölött, előtted. Előttem, igen. És a te körmödön milyen anyag van, vagy szín? Nagyon szép. Hát, itt például van a Smart Nude, igen, itt például Natural, meg Competition Pink, Smart Competition Pink keverve, és Mika pehely benne. Tuem beépíthető, elszívót érdemes venni? Igen, szerintem van most, lehet, hogy van most új, ha tudom. Köszönöm, szívesen. Na és mikor leszedjük a sablon, mit csinálunk? Először mert nagyon vékony, és akkor először alul ami le van tapadva, utána látjátok, alig tudom leszedni, ott is marad a papír mindjárt. Jó erős. Igen. Jó erős, látjátok. Így, csak így tudod leszedni, annyira erős. Nagyon-nagyon erős, jó? Jó van.
És akkor mostantól csinálhatunk neki akár franciát, csinálhatunk neki akár nude, nem is tudom, hogy mit fogunk használni. Lehet, hogy egy smart nude. Ezek ilyen reszelős zselé, nem no filing, viszont én nagyon-nagyon szerettem dolgozni velük. Ez, ami nekem van a jobb kezemen, ez a smart nude. Most szerintem akciós is, szóval érdemes vásárolni. Ezek nagyon erős építő zselék. Szia, Éva! Szia! Hány éves vagy? Hát, az számít. Most nemrég lettem 39. Ennyi éves vagyok. Na, lányok. Egy csúszó réteg. Itt is nézem, ott is nézem, hát ha látok valamit. A smart az olyan anyag, hogy ha egy picit melegítjük, jobban fog terülni. Nem önterülő, viszont nem marad annyira ecset nyomos. Olyan hosszú lesz a körmöd. Nem marad. Tudom, hogy nem bírod, csak relax, jó? Nem kell szorítani. Egy kis minta is lesz rajta. Van egy meglepi, nem is mutattam, majd a vége, mikor csinálunk a mintát, akkor mutatom nektek, hogy miből lesz, jó? Ez is egy új termék. Relax! Nem fáj semmit. Majd mikor egy picit a lámpába berakod, lehet, hogy ott érezni fogod. Tudjátok, mikor egy picit vastagabb rakunk az anyagot, és hát a lámpa is erős, akkor egy ilyen meleg, nagyon meleg érzés süt, éget a vendéget. De nem szabad panaszkodni, ugye? A szépségének kell szenvedni. Itt még mindig hiányzik egy picit. Most próbálom egy lépésből, hogy mondom, nem több rétegből, mert ez kötni fog, akkor is, ha nód. Olyan szép a színe, én nagyon szeretem. Na, most lámpázunk, de fogunk lámpázni 2 percet, ami tuti biztos. És csiszolófejjel fogunk reszelni. Én nagyon szeretem csiszolófejjel reszelni a nagyját. És miért kell vastagon? Hát azért, mert nagyon vékonyan építettünk vastagon. Hát mennyire vastag kell legyen a körmöt, lányok? Ugye, van a C-ív, vagy a legvastagabb rész, ahol mennyi kell, hogy legyen? Ott lehet 2 milliméter is, nem? Vastagabb. Attól függ, hogy mennyire hosszú a köröm. Hosszabb a köröm, akkor persze, hogy vastagabb lesz maga a C-ív. Most ez ilyen szalonköröm lesz. Nem is csinálunk nagyon magason. Én nem szoktam magas C-ívet csinálni, nem is divat, de azért egy picit kell, jó? És akkor azért raktam így vastagon.
Úristen, de jó neked, 39. Bár én is annyi lehetnék még. Ó, Éva, te jó nézel ki, ne panaszkodj! Mi a neve? Még egyszer kérlek. Na, az építő volt Smart Clear, és a Smart Nude volt a második. Ez a kettő használatom. Amúgy ebből is tudtunk volna elsőre építeni. Jó, nem probléma, viszont én úgy szoktam mindig átlátszóval építeni. És például, ha a vendég úgy gondolja, ó, lehet, hogy francia szeretne, akkor tudjunk beépíteni franciát. Vagy lehet, hogy akkor szeretne egy átlátszó szabad szél, ugye, amibe tudunk rakni mindenféle flakes, vagy olyasmi, szóval lehet játszani vele. Azért én mindig átlátszóból szoktam építeni, de vékonyan, és utána, ha úgy lesz, hogy egy szolid körön valami, akkor egy nude-ból. Mindig szoktam nude. Nem szoktam hagyni úgy átlátszón. Lehet, hogy olyan szín választ, ami áttetsző egy kicsit, és akkor az lesz a baj. Na, keresem egy csiszoló fejet. Nem fogom most bekapcsolni a porelszívó, picit poros lesz. Szóval azt mondom nektek, hogy ezt a lépést érdemes csiszológéppel csinálni. Egy kicsit gyorsabb. Na, látjátok, hogy annyira nincs vastag nekünk ott a cév. Viszont azt se csinálhatunk, hogy csak egy ilyen csúszó réteg jellegű rakunk rá, jó? Vagy azért kell egy kicsit. Itt általában 45 fok, ha tartjuk a csiszológépet. Nem tudom, hogy benne vagyok. Ott igen, ha a másikba egy kicsit. Urán áll, de próbálom mind a két helyen jó lenni, ha sikerül. Na, és most egy rendes reszelővel. Annyira közel van ez a telefonálvány, hogy nem is tudom, hogy fog férni itt a reszelő. Na, először, ha itt egy picit tapad a bőrre, akkor itt na, és most formázunk. Nekem az van, 2018 óta, szóval megéri. Hát, miről volt szó, Niki? Aj, bocsi, nem tudom visszanézni. Hogy mit írtál?
Kérdezték, hogy a Tuemmes porelszívó megéri. Ja, aha, és Niki válaszolt neked. Ja? Válaszoltál. Jó. Köszönöm. Kérdezték, aha. Igen, emlékszem, most a kérdés volt. Igen. Nekem más, nekem ilyen asztal, ilyen az asztal, szóval nem tudom mondani. Igen, de nem az, amit kérdezték, és azért nem tudom mondani, de jókat hallottam róla, meg mondom, én szerintem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy van új, vagy lesz új, vagy valami. Akarom hülyeségek mondani, tudjátok, mert tényleg, ha nézzetek a weboldalon, vagy a csajok a boltba, ők jobban tudják ezeket. Na, utolsó simítás. Jöhet a minta. Vajon tudjátok tippelni, hogy mi lesz a minta? Itt egy picit még. Nekem is terve van egy bártfai, aha, vagy egy ligeti asztal. Szokma vagy, aha. Hát, nem, ezek nem tudom, hogy milyenek, nekem is ez régóta megvan. Nem is itt vettem Magyarországon, szóval nem tudom nektek mondani, de általában ezek erősek szokott lenni. De én úgy hallottam, hogy ezek a beépíthető is jók. Annyi, hogy minél erősebb, annál hangosabb. Én nem panaszkodom, hogy az enyém annyira nem hangos, viszont így, hogy élőzünk, és itt van a telefon, hát mennyi? 10 centi távolság, az biztos, hogy nem lesz halk. Szóval azért mondtam is. Na, tippeltek, hogy mi lesz a minta? Nem jön virág? Írtátok? Nem. Na, mivel csinálunk a mintát? Senki semmit nem tud? Senki semmit nem tippel? Virágok? Jó, virágok? Gélak. Géllak. Igen, géllak. És valami még lesz. Valami még lesz. Rakunk egy fehéret. Egy fehér alapot. A ragasztó. Na, nézzetek ide. Olyan erős volt. Itt van a sablon. Ugye? Le kell kaporni, kaporni. Francia vonal. Azért gondoltad, hogy mondtam, hogy fehér?
18-as. Igen, én azt ezt szoktam használni a franciához is, és mondom nektek, hogy miért. Mert rugalmas, és nem szokott berepedezni. De nem, nem azt lesz most. Most telibe rakom fehér, a fehéret. Telibe festünk a fehéret. Azért, hogy jobban látszódjon a minta. Visszatollom, vagy visszahúzom a bőrredő? Ez hátsó bőrredő lehet? Lehet, ugye? És én a long line szoktam használni ehhez. Egy nagyon picit. És akkor minél közelebb megyek, nála nem lehet kutikula alatt menni. Nem olyan a kutikula, nem olyan a fajta. Nem zsebes. Viszont minél közelebb megyünk, jó? Lámpázunk. És nem kell mind a két rétegnél menni a vékony a csetel, csak én a csak az első kockás, igen az, az mondja Évi Iva, igen az, szilikon nyomda, az volt, szia, építő zseléhez hányas méretű ecset ajánlasz, hát itt figyelj, például mit használtam én most, jó, ez egy régebbi ecset, de tökéletes még mindig nekem, ez egy 8 long. Én nagy ecset szoktam használni. Még szoktam használni a 6 oval long. Long ecsetek szeretek. Viszont mikor építek sablonra, javasolom, hogy egyenes legyen, mert akkor tudod szépen így dolgozni vele. De lehet 4-es is. Attól függ, hogy ki milyen ecsettel szeret dolgozni, milyen ecsettel megszokott. Lehet akár rövid, lehet akár long, akinek milyen jobb a kezén, mi áll jobban a kezeden. Mondom, én hosszú ecsetek szoktam használni, és nagy ecsetek, 6-8, de mondom, van, aki jobban preferálja, ilyen 4-es ecset, vagy ilyen rövid ecset. Én őszinte mondom nektek, a rövid ecset, például van a 4 ovál, de a rövid nem hosszú, az ilyen rövid ecset, az a bonding sealer, tudjátok, az a nagyon híg alap zselé, base gel, ugye? Annak a elhelyezése, vagy mi a neve? Helyezése. Most nem tudom, ha jól mondtam. Mikor felrakom. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Szóval neked kell tapasztalni. Vegyed egy kicsi ecset, meg egy nagy ecset, és majd meglátod, hogy melyikkel szereted dolgozni. Például a beépített francia, én azt kettes long, de az is egyenes, azzal szoktam beépíteni. Viszont a többi mindent ilyen nagy ecsettel szoktam dolgozni. Szia, Henike! Szia! Mikor lesz újra elérhető az akrilnak a kávarje? Én úgy tudom, hogy elérhető, Vanessa. Úgy tudom. A kávart. Nézd meg az oldalon. Én úgy mintha ma néztem, hogy kapható a kávar. Na, és most egy mat fogunk rakni. Lehet mat, lehet fényes.
Nem számít. Milyen érdekes, ugye? Nem számít, hogy mit rakunk. Egy perc. Lámpázunk. Nem számít. Olyan lesz a minta, hogy nem számít. Mutassam nektek, hogy mire, mit fogom használni. Érdekel? Sajnos nem elérhető, még ma szerettem volna venni. Akkor nem tudom. Én mintha úgy néztem, hogy elér, hogy kapható volt. Lehet, hogy most olyan a neve, hogy hemamentes. Vagy hemamentes a kávara, azért lehet, hogy nem úgy nézted. Ezzel fogunk dolgozni. Tudjátok, ez micsoda, nem? Filc. És ilyen színek be. Tarari, tarara. Nagyon szépek ezek a színek. Festőfilc. Igen. Ilyen a színek. Nagyon szépek. Mind ugyanazon méret. 0-4-es. Mert tudjátok, hogy van a rendes fekete. És itt van 0-2-es, meg 0-4-es. Ezek csak 0-4-esek. Igen, hemamentes lesz, csak tégelyes volt. Ja, csak tégelyes kapható. Te tubusos akartad. Akkor lehet, hogy azt láttam én, hogy tégelyes. A színek csak 0-4-es, nem olyan 0-2-es, nem olyan vékony. Ez is elég vékony, mert nem is kell vékonyabb a színekkel. Majd meglátjátok, hogy ez pont jó. Arra. És akkor egy picit fogunk bufizni. Azért mondtam, hogy mindegy, hogy mat vagy fényes, mert fogunk bufizni a felületet. Tud dolgozni ezen is, viszont egy idő után majd meglátod, hogy már nem fog. Azért, mert ennek csak van ez a velvet, ugye? És emiatt egy idő után, mintha már nem tud rajta. Nem fog rajta. Javasoltam is, ha jó lenne, ha lenne színes, amikor megjelent a fekete változata. Tök jó. Igen, Renata. Ezt vártad. Igen, én is nagyon szeretem. Majd meglátjátok, hogy ez tök gyors, tudod, persze valamit a vendégnek oda firkálni, akár firkálni is, csak egy firka, és már szép. Ugye? Szóval én úgy javasolom nektek, hogy bufizott, de nagyon finom, ugye, ez a 280-as, egy nagyon finom bufival, mert ha nem finom bufival készítjük a felületet, akkor ott fog folyni, vagy tudjátok, mikor látszódni fog azok a csíkok. Szóval tökéletes, finom kell legyen a felület, jó? Ja, azt mutatod most. Igen, ezt mutatom most, jó? Annyira esik, vagy nem? Csak én most nem hallom. Na, és akkor egy pink fogunk használni, meg egy olive green. Kettő szín fogunk használni. És mutatom nektek egy nagyon-nagyon könnyű minta. Lehet, hogy először rajzolom, hogy láthatok, hogy miről van szó. Most ez kockás, de mindegy. Ilyen minta fogunk csinálni.
És akkor... Ez ilyen lesz, jó? Ez egy... Mi ez, lányok? Tudja valaki? Látszik, hogy ez micsoda? Hasonlít valamire? Hát most kockás a füzet. Rózsa. Igen. Rózsa, rózsa. Ügyesek vagytok. Akárhogy kockás a füzet, és azért annyira nem látszik, de csak, ugye? Na, ilyen fogunk csinálni, jó? Már... Láttátok a technikát, ilyen gyors, szép rózsát fogunk csinálni. Még poros a kezem is, azért én szoktam így kesztyűvel dolgozni, csak mikor sablonozok, akkor hát muszáj, hogy kesztyű nélkül dolgozok, mert tapad a kesztyűre. És a pinkkel fogunk rajzolni, ahogy rajzoltunk a füzeten, jó? Kis egyszerű. Még egy. És még egy. Így nem szép. És akkor, hogy szép legyen, egy picit még. Még rakunk rá pár szirmot, jó? Lehet akár csak egy, de most én hármat csináltam, egy csokor, egy rózsacsokor. És mindig a levelek úgy fogunk rakni, hogy egy kompozíció legyen. Ez nagyon fontos. Összetartanak, jó? Ez olyan szép, ez a zöld. Pont az, ami, az a zöld, ami én szeretek. Amit tudjátok, hogy mindig szoktam kombinálni, hogy olyan legyen. Ezek csak ilyen kis pöttyök. Na, nehéz volt? És akkor kész is vagyunk. Annyi, hogy várni kell, mert nem tudom, mennyire látszik a képen, ahol még csillog egy picit, főleg itt, ahol duplán mentünk át, ahol ilyen sötét színű, ott duplán mentem, ott is, meg ott is, és ugyanott húztam. Akkor sötétebb. Látjátok, ahol kétszer megyek rajta, átmegyek rajta, ott sötétebb. És azért egy kicsit várni kell, hogy száradjon. Renata, már rég követtem az élőket, így nagyon feltűnő, hogy mennyire jól megy már a magyar nyelvnek ez Florentina. Köszönöm, Renata! Hát, mondjuk, hogy az annyira nem jól megy, de persze, szerintem jobban, egyre jobban, de lassan haladok, mert nem járok így suliba tanulni, és ahogy rám ragad, viszont a nyelvtan, ez nehéz, a grammar, ez nagyon nehéz, és nekem nem hasonlít semmire. Mert a román az latin nyelv, és akkor ott vannak olasz, spanyol, francia, amivel hasonlít, de a magyar nem,
semmivel nem hasonlít, és azért nekem nehezen megy. Azért nem találom mindig a szavak, meg lehet, hogy hülyeséget is beszélek, de a lényeg, hogy értsetek, jó? Na, szóval várni kell. Utána, hogyha mat körmöt szeretnénk, akkor nem rakunk rá direkt a matot. Mert tudjátok, a mat nem szoktunk filcre rakni, se akvarellre rakni, jó? Először rakunk egy rendes top, egy fényes, az egy picit köttünk, maximum 20-30 másodperc, és utána jön a mat. Imádjuk, ahogy beszélsz. Köszönöm, Éva! Jaj, aranyosak vagytok! Jól esik nekem, bár tudom, hogy annyira nem. Lehet, hogy valaki unatkozik, meddig én találom a szavakat mondani. Meg persze nem, na, nincsenek nekem úgy a szavak így, ahogy valakinek az anyanyelven beszél. De imádok, imádlak benneteket, hogy annyira aranyosak vagytok mindig. Na szóval, meg attól függ is, hogy mennyire meleg a szalomba, ahol dolgoztok, ha melegebb, akkor gyorsabban fog száradni, ha nem annyira meleg, akkor persze lassabban fog száradni, ha többször átmentek rajta, hogy sötétebb legyen, akkor persze, hogy több idő kell neki, hogy száradjon, jó? Na, rakjuk rá egy rendes... rendes, hát fényes, ugye? Rakjuk egy fényes top. Mindegy, hogy milyen top van nektek. Megyünk a lámpába egy picit. Nem számít, mert jön rá a mat. Ha a vendég úgy akarja, akkor így marad, jó? Akkor esetleg érdemes egy sűrűbb top rakni, mint a Master Shine. Jó? Akkor az picit sűrűbb. Jöhetsz. És most rakuk a mattot. Én persze szeretem a mattot. Mindenki tudja már. Jó. Lámpázunk. A matt egy perc legalább kell, hogy szép matt legyen. Ha van kérdésetek, lányok, most még nyugodtan kérdezhetek. Látjátok, hogy ezek a színek vannak, nagyon szépek. Nagyon szép mintát lehet vele készíteni. Én már készítettem nektek pár mintát, pár inspiráció minta, majd fognak megjelenni a, gondolom, a Facebookon, Instagramon. Nézzetek meg. Mindig teszel fényzselét a mattop alá. Nem, Éva, nem. Most, hogy filcet használtuk, most azért. Mondtam, hogy a filcre nem rakunk direkt mattot, mert mintha olvad, tudjátok, akkor egy picit olyan, nem lesz olyan tiszta. Elmosódik. Elmosodik, köszönöm, meg akvarell, amikor az akvarell festést is csinálunk, ugyanúgy először egy fényes, és utána a mat. Általában nem szoktam, csak a mat, de ha ilyen mintát csinálunk, ilyen anyagokkal, akkor mindenképpen, jó? Másképpen elmosodik.
Azért. Na, ennyi. Olyan, mint egy szép teáscsésze, Renát. Igen, ugye, mint egy porcelán. Mert fehér az alap. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem én is. Amúgy lehet úgy is kombinálni, például, hogy csináljátok fekete kontúrokkal is, szóval lehet kombinálni a feketével is, viszont én most az új szetet akartam mutatni nektek, hogy ilyeneket is, és pikpak, hát azért gyorsabb, mint az ecsettel festeni szerintem, ugye? Na, remélem, hogy tetszett nektek, amit mutattam. Próbáljátok ki az új sablonokat, jó? Tényleg nagyon egyszerű használni. Most sok segédvonal van. Nem is lehet hibázni, jó? Köszönöm, hogy velem tartatok. Oké, értem, köszönöm. Szívesen. Köszönöm, hogy itt voltatok, lányok. Puszilom benneteket. Szép estét, sziasztok!